Szép estét kívánok, köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Ugyan még van időnk az általános iskolás beiratkozásig, de ez mindig nagyon-nagyon sok kérdést vet fel, hiszen ilyenkor felmerül az emberben az a kérdés is, hogy melyik az iskola, ami megfelelő lehet a gyermeke számára, mi alapján döntsön. Most erről a kérdésről kérdeztük meg a fehérváriak véleményét, de természetesen szakembereknek is feltettük a kérdést. Következzen összeállításunk. Mennyire látnak rá a fehérvári, Fehérvár térségi gyerekekre? Mondjuk gondolok itt mondjuk azokra, akik általános iskolába készülnek. Hát tulajdonképpen kifejezetten az általános iskolába készülő gyerekekre oly szempontból látunk rá, hogy azok a kisgyerekek, akiknél felmerül esetleg az a kérdés, hogy szakértői bizottsági vizsgálatra van szüksége, mert bármilyen területen esetleg egy kisebb elmaradása van, illetve ugye azok a bizonyos régen nevezett iskolaérettségi vizsgálatok, amelyeket ugye nagyon nagy izgalommal várnak mindig a szülők ilyen tavasz folyamán, ezek történnek itt a szakszolgálatnál. Gyakorlatilag nyilván nem minden gyerek kerül ide vizsgálatra, jogszabály szabályozza, hogy mely esetekben szükséges elküldeni az óvodákból a gyermekeket, és mely esetben tulajdonképpen az óvoda maga is dönt arról, hogy egy gyermek iskolába kerüljön vagy sem. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az óvoda felméri azoknak az 5 éves gyerekeknek az állapotát, amiben ugye majd el kell dönteni, hogy 6 éves korban hogyan tudnak majd iskolát kezdeni. Megbeszélek a szülőkkel, hogy tulajdonképpen mik azok a területek, amelyekre oda kell jobban figyelni, vagy éppen fejlődést igényel még. És aztán, amikor ilyen időszakban, ugye általában ez az elmúlt év december 15-ig megtörténik az óvodákban, nagyon nagy csoportos gyerekek szüleivel az óvónénik megbeszélik, akkor ezt az állapotfelmérést, vagy ennek az iskolába menetelnek a folyamát. Amennyiben úgy döntenek, hogy problémamentes és nyilvánvaló iskolára alkalmas a gyermek, ott az óvoda és a szülő megegyezik, az óvoda kiadja azt a szakvéleményt, amelyben leírja, hogy beiratható a gyermek. Ugye a beiratkozáshoz mindenképpen kell a szülőknek egy olyan igazoló papír, amivel azt igazolják, hogy a tanköteles gyermekük alkalmas az iskolára. Ezt gyakorlatilag megteheti az óvoda. Amennyiben nem értenek egyet a szülő és az óvoda abban, hogy mi történjék a gyermekkel, tehát például a szülő iskolába vinni a gyermekét, de az óvónénik azt tanácsolják, hogy még várjanak egy évet. Ebben az esetben kötelező érvényű a szakértői vizsgálat, tehát elküldik akkor ide hozzánk az intézménybe. Mi nyilván akkor megvizsgáljuk, és hát gyakorlatilag annak alapján döntünk, ami a vizsgálatnak az eredménye. De lehet olyan eset is, amikor egy gyermek mondjuk nem jár rendszeresen nagy csoportba, vagy éppenséggel külföldön tartózkodnak a szülők, és ezért ugye nem járt Magyarországon óvodába. Ebben az esetben kötelező a szakértői vizsgálatra elhozni a kisgyermeket, mert ugye nem lesz papírja arról, hogy akkor ő most mennyire érett az iskolára, tehát itt a szakértői bizottsági tím dönt arról, hogy akkor a beiskolázásnak van-e éppen helye vagy sem. És hát természetesen minden olyan esetben, amikor a szülőnek kétségei támadnak, vagy előfordul, hogy ő szeretné megtudni, hogy milyen fejlettségi szinten van a gyermeke, abban az esetben, ha az óvodában azt látják, hogy különböző tanulásra való veszélyeztetettség jeleket találnak, akár most ez a későbbiekben ugye az iskolában az olvasás, írás elsajátításában való nehézséget jelent, vagy ad abszurdum, hogyha ennél sokkal súlyosabb problémák merülnek fel, ami már ugye felvetheti esetleg a fogyatékosság kérdését, akkor ebben az esetben szakértői vizsgálatot végzünk. Függetlenül a beiskolázástól is természetesen, hogyha erre bármikor szükség van, de amennyiben a beiskolázással együtt kell eldöntenünk, hogy akkor mely területeken kell esetleg a gyermeknek fejlesztést adni, vagy esetleg van-e olyan szükséglete, ami pontosan ugye a sajátos nevelési igényre szól, akkor természetesen ezeket a vizsgálatokat nekünk hivatalból le kell bonyolítani, és ajánljuk a szülőnek akkor nyilván, hogy akár egy évet megvárjanak a tanévkezdéssel, vagy ha súlyosabb a probléma, akkor fejlesztő foglalkozásokat írunk elő, akár bent a saját intézményében. Olyan is előfordul, hogy beiskolázás mellett,
azt javasoljuk, hogy még az iskolában is folyjanak ezek a fejlesztő foglalkozások, vagy amennyiben kell, akkor itt a szakszolgálat is fölvállalja a nevelési tanácsadás keretében a fejlesztés, és akkor ide hordják be a gyerekeket a szülők. Tehát gyakorlatilag ez egy hosszú folyamat, mert decemberben elindul ez a folyamat azzal, hogy az óvodák felmérik a gyerekeket, utána elküldik hozzánk azokat a felkérő lapokat, amelyeket természetesen a szülőkkel ismertetnek, egyetértésüket adják a szülők, aláírják ezt a kérelmet. Utána mi elkezdjük januárban behívni folyamatosan a vizsgálatra a gyerekeket, és tulajdonképpen a vége az, hogy mindenkinek kell lenni addigra, vagy a szakszolgálattól egy érvényes papírja, vagy az óvodától, hogy beírathatja, avagy még egy évet várnak az óvodai körben a gyerekekkel. És ez eddigra, mire áprilisban általában lesznek a beiratkozások, addigra ezeknek a papíroknak rendbe kell lenni. Ugye néhány éve bevezették törvényileg, hogy 6 éves kortól már lehet iskolába, sőt onnantól kezdve már kötelező az iskolai oktatás. Mennyiben változott mondjuk a kérdéses ügyeknek a köre, vagy a mennyisége önöknél? Hogyan tapasztalták? Mondjuk, tehát, hogy mennyire iskolai lett egy gyerek 6 évesen? Hát nagyon érdekes, mert ez egy elég nagy félreértést okozott ez a törvényi passzus. Tudnélik, hogy a törvény az úgy szól, hogy abban az évben, amikor augusztus 31-ig betölti a gyermek a 6 éves korát, ő tankötelezett. Most ez azt jelenti, hogy tankötelezett, tehát elmehet már iskolába, illetve hát elvileg elmegy, de ugye ott van az a kitétel, hogy nem kötelező, hiszen, hogyha a szakértői vizsgálat, vagy hogyha az óvodavezetővel a szülő úgy dönt, hogy még egy évet maradjon a gyermek, akkor ezt megtehetjük. Tehát nem mindenkinek kell iskolába menni, úgyhogy először volt egy ilyen nagy pánik, hogy most akkor minden gyereket iskolába kell iratni. Tehát, hogy vannak ilyen lehetőségek, természetesen senki nem akarja, hogy tulajdonképpen alkalmatlanul kerüljön még egy kisgyerek az iskolába, hiszen annak nagyon súlyos következményei vannak. Igazából ugye itt nagyon össze kell dolgozni az óvodában dolgozó óvodapedagógusok a szülőnek, tehát ugye nekik kell elsősorban alapvel ezeket a kérdéseket eldönteni, és amennyiben szükséges a szakértőt bevonni a vizsgálatba. Tehát nekünk is nagyon fontos felelősségünk, hogy lássuk azt, hogy tényleg úgy menjen egy gyerek az iskolába, amikor a legalkalmasabb arra. Most ennek a beiskolázási vizsgálatnak mennyisége szinte minden évben stagnál, tehát olyan 200-250 körül, de van, hogy 300 körül áll meg a gyerekek vizsgálata. Ez ugye függ attól is, hogy mennyire biztosak abban a szülők is, hogy ők tulajdonképpen mit szeretnének. Nagyon sokszor ez a bizonytalanság is van a háttérben, hogy inkább nézze meg egy szakértő, és akkor döntsön ő abban, hogy mit tud javasolni. Több esetben látjuk azt, hogy valóban megnövekedett azoknak a gyerekeknek a száma, akik problémákkal kerülnek ide, tehát nem problémamentes a beiskolázás. Nagyon sok beszédhibával, beszédzavarral bíró gyerekkel találkozunk, mert egészen kiskortól kezdve nagyon komoly problémát jelent. Most pont azt tapasztaljuk, hogy nagyon megnőtt a számuk a beszédproblémás gyerekeknek. Azt lehet tudni, hogy ennek mi lehet az oka? Hát ugye nem tudom, hogy erre vonatkozóan, ugye, akik ezzel foglalkoznak, végeznek-e kutatásukat, de mi azt gondoljuk, hogy sok esetben egyrészt a kevés idő, ami a gyerekekre szánt idő, és hát bizony azért azt kell mondani, hogy nagyon sokszor látjuk, hogy már a 3 éves kisgyerekek is inkább a különböző kütyükkel foglalkoznak, és nem pedig a gyerekekkel való élőbeszéd és foglalkozás van. Tehát sokszor látjuk, hogy hamarabb használja a gyerek a tabletet, mint egyáltalán beszélne, és hát innentől kezdve azt gondolom, hogy itt nagyon fontos tény, hogy a beszédtanulásnak csak is egy szociális környezetben, és csak olyan helyzetben történhet meg, amikor a gyerekkel foglalkoznak. Na most nyilván ennek vannak azért idegrendszeri, olyan különböző háttérokai, amit nyilván előzményekként a születési körülményeknél látunk, de az tény, hogy megnehezedik egy kicsit az óvodában is az óvónénik dolga, mert a sok nem beszélő gyerekkel kell valamit kezdeni. És hát ugye ezzel vonatkozóan dolgoznak a logopédusaink, hogy a megkésett beszédfejlődéssel, a beszédindítással végül is próbálják megsegíteni a gyerekeket. Tehát mi azt látjuk, hogy nagyon nagy létszámú szakértői gárda kéne ahhoz, hogy igazából minden területen maradéktalanul el tudjuk látni a feladatainkat, mert hogy azért meg kell mondani, hogy bizony nagyon erősen létszámhiányosak vagyunk, és valahogy azt látjuk, hogy a gyógypedagógus, pszichológus szakmában is nem annyira
tudunk találni olyan szakembereket, akik végül is jönnének, és ezt lelkesen tennének. És hát a sok problémás gyerekhez nyilván egyre több olyan szakemberre volna szükség. Ez most nem csak a szakszolgálatnál, hanem például iskolákban is nagyon jó lenne, ha mindenhol például iskolapszichológusok dolgozhatnának, vagy olyan szakértők, akik végül is ott helyben tudnak az iskolában segíteni. De hát valahogy ugye nehezen tudunk ebben nyilván mi boldogulni. Tehát mi abban látunk rá, hogy tulajdonképpen megnehezedik sok esetben a gyerekek nevelése, a szülők kevés időt tudnak rájuk fordítani, ebből adódóan a családi problémák, és nyilván ez egy nagyon összetett folyamat, ami végül is ahhoz vezet, hogy egy gyereknél megjelennek ezek a problémák, de nálunk nem csökken a gyerekek problémái, úgyhogy évről évre azt látjuk, hogy egyre nőnek a problémás esetek. Mitől iskola érett egy gyerek? Két dologról kell beszélnünk. Az egyik dolog az, ami gyakorlatilag a pszichés alkalmasságát jelenti valakinek az iskolára, tehát képes arra, hogy tartósan figyeljen. Ugye ez a tartós figyelem, ez kb. 30 perc egy 6 éves gyereknél, de addig legalább akkor egy dologgal kéne tudni foglalkoznia. Legyen valami kis feladattudata, kötelességtudata, ha rábíznak egy feladatot, akkor azt igazából magáénak érezze, és hogy azt igazából meg akarja csinálni. Legyen megfelelő mértékű akarata ahhoz, hogy leváljon a családról, és hogy egy idegen közösségbe is be tudjon illeszkedni. Lehetőség szerint ugye az olyan nehézségeket is megnézzük akkor, amikor vizsgálunk, hogy például mennyire önállóan képes egy gyermek tevékenykedni. Erre például ezek a vizsgálatok azért is jók, mert bekerül egy idegen helyzetbe, és ott meg kell mutatnia, hogy ő már pedig be tud jönni egyedül a vizsgálószobába. Hát nagyon fontosak akkor azok a képességek is nyilván, amire alapoz az iskola. Tehát, hogyha tudjuk, hogy valamilyen területen nagyon nagy nehézsége van egy gyermeknek, akkor nyilván azt mondjuk, hogy nem alkalmas még az iskola kezdésre, hiszen ha lehetőséget ad a törvény arra, hogy még egy évet meg várakozzanak, akkor azért van egy intenzív fejlesztési szakasz, amiben megkapja a segítséget, akkor várhatóan javulni fog az állapot. És hát vannak olyan gyerekek nyilván, akinél azt kell mondani, hogy szinte hozzamosabb ideig, vagy akár teljes életére olyan problémákkal fog küzdeni, amire nyilván oda kell figyelni, és azt a segítséget kell megkapnia, akár még az érettségi is szükséges kísérni akkor ezeket a problémákat. Mire kéne odafigyelni ideális esetben iskolaválasztás esetén? Általános iskoláról beszélünk, ugye ott még a gyerek, nem tudom, mennyire szólhat bele egyáltalán a gyerek, ugye elmegyünk ilyen nyílt napokra, jó esetben el tudjuk vinni a gyermeket is. Hogyan induljunk neki, hiszen most vannak ezek a nyílt napok? Igen, hát ugye a szülőknek ez nagyon nagy probléma, hogy ők milyen iskolát választanak, és ugye sokszor jönnek ezzel a kérdéssel is elő, amikor folyik a vizsgálat, hogy de hát akkor ajánljunk iskolát. Na most igazából ugye nekünk nem dolgunk iskolát ajánlani, hiszen itt mindenképpen a távlatokban a szülőnek a dolga, hogy egyáltalán eldöntse, hogy akkor milyen körülmények között és hogyan választ iskolát. Ugye az egyik nagyon fontos szempont szokott lenni azért, hogy a lakóhelyhez közel legyen. Ugye azt tudjuk, hogy gyakorlatilag úgy történik a beiratkozás, hogy körzetesítettek az iskolák, tehát azoknak a gyerekeknek a névsora van ott az adott intézményben, aki abban a lakókörzetben lakik. Tehát az óvodában ki fogják függeszteni majd időben, március környékén ezeket a plakátokat, ahol meg lehet nézni, hogy akkor a gyermek akkor melyik körzetből, melyik iskolába menjen. Tehát ugye ez a hagyományosan körzeti általános iskola. Természetesen nem azt jelenti, hogy csak oda lehet menni, hanem alapvetően nyilván elsősorban oda tartozik a gyermek, és ezt az iskolát, ezt nyilván akkor meg lehet keresni. Most szoktuk ajánlani a szülőknek, hogy tájékozódjanak, vagy ilyen nyílt napokon próbálják meg eldönteni, hogy melyek azok az iskolák, amelyek a programjuk szerint a legszimpatikusabbak. Ugye ma már minden iskolának megvan a maga honlapja, ahol fönn vannak a pedagógiai programok, ott lehet tájékozódni, hogy akkor az az iskola milyen profilban dolgozik, mi az, ami fő hangsúly. Nyilván, ha valaki ismeri a gyermekének a képességeit, akkor azért nagyjából el tudja dönteni, hogy mely az a vonal, amit majd szeretnének később követni. Bár én azt szoktam mondani a szülőknek, hogy az elsőosztályos gyereknél alapvető fontos szempont az, hogy a tanítónéni személye olyan legyen, akit ő szeretni fog, el tud fogadni, együtt tudnak dolgozni.
Tulajdonképpen nem kizárt, hogy a gyereknek is legyen 6 éves korban annyi véleménye, hogy ahol jól érezte magát, vagy ami neki kellemes környezet volt, hogy nyilván amellett azt mondja, hogy ő szeretne oda járni. Nagyon fontos szempont például a gyerekek számára, hogy ki megy még abból az óvodából oda az iskolába. Tehát kik lesznek az osztálytársai. Nyilván egy ismert környezetben sokkal könnyebben föl tud oldódni, mint egy teljes idegenben. Úgyhogy ez is lehet egy fontos szempont. Hát és nyilván a szülőknek is meg kell gondolni, hogy mely az a távolság, amelyet tudnak vállalni naponta, és ugye rendszeresen oda vinni a gyermeket, vagy délutáni programokra ugye visszamenni. Tehát ezek mind olyan mérlegelést igénylő dolgok, amit csak a család tud eldönteni, tehát nyilván mi nem tudjuk azt mondani, majd az iskola biztosan jó lesz. Hát körül kell nézni, nyilván ez egy kicsit ilyen nehéz feladat, de azt gondolom, hogy még nincsen akkora súlya, mint amikor valaki mondjuk egy középiskolából megy tovább tanulni. Tehát itt nyilván minden első osztályos ugyanazt a dolgot fogja megtanulni. Nyilván az a feladat, hogy az alapkultúrákat megtanulják, tehát azt minden iskolában meg lehet. Itt igazából azt gondolom, hogy inkább a szülők szoktak jobban aggódni, úgyhogy a gyerekeknél kevésbé merül fel az, hogy ők most akkor miért szeretnek, vagy miért nem szeretnek egy iskolát. Nyilván nagyon fontos, hogy ahová beiratkoznak, ott lehetőleg huzamosabb ideig maradjon a gyermek, mert azért egy beilleszkedés, és sőt azt látjuk, hogy ha többször váltanak iskolát, akkor nagyon gyökértelenné válik a kisgyerek, mert igazából ugye az osztálytársait mindig elveszti. Azt látom én is, hogy a szülők között szeretnek rá licitálni, tehát hogy minél tagozatosabb iskolát válasszunk. Van ennek értelme egyébként alsó tagozatban, mondjuk akár egy két tannyelvű iskolának, vagy egy olyan tényleg olyan magas szintű tanulmányoknak egy alsó tagozatos esetében? Hát igazából nincs. Mert tulajdonképpen ugye pontosan arról beszélünk, és pontosan ez lenne a cél, hogy azokat a humán funkciókat erősítsék, és hát alapvetően ugye az írás, olvasás, számolás alapjait lerakják az általános iskola alsó tagozatában, amiben még annyira különleges dolgokat igazából nem is kell beleképzelni. Igen, hát gyakorlatilag én azt látom, hogy az iskoláknak a profiljaiban azért jelentek meg ezek a különlegességek, mert nyilván ez a szülők számára nagyon vonzó tud lenni. Tehát azt is látjuk egyébként, hogy az óvodában is már nyelvtanfolyamokat indítanak, meg különböző olyan képzéseket, ami igazából még azért nem nagyon kell az ennyi idős gyereknek. Tehát azokat a túlkapásokat mindenképpen én azt tanácsolom a szülőknek, hogy próbálják meg egy kicsit végig gondolni, hogy egyrészt azért egy 6 éves gyerek, aki az óvodából iskolába kerül, ő még tényleg nagyon kicsi, és még nagyon gyerek. Tehát neki tulajdonképpen amellett, hogy a napi maximum fél órát kell foglalkozni a tananyaggal, de hogy igazából délután neki játszani kell, pihenni kell, szociális kapcsolatokat kell építeni, tehát nem igazán jó, hogyha agyon terhelik azzal, hogy még különböző cifra dolgokat is elvégeztetnek vele. Nyilván egy idő után, és az általában olyan 9-10 éves kor környékén látszik azért, hogy milyen beállítottságú egy kisgyerek, mi az, ami igazából neki a szíve ügye. Addigra már akár ő is tud választani olyan sportot, vagy olyan zenét, vagy bármit, ami esetleg érdekli őt. Tehát onnantól kezdve érdemes foglalkozni ezekkel a külön programokkal. Addig tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha egy gyerek marad. Biztos nyilván nagyon jó, hogyha sokféle gazdagított programot kap, de nem mindenképpen azt gondolnám, hogy ezek ilyen rendszeres foglalkozások kellenek, hogy legyenek. Ugye a két tannyelvűséggel is az a néha gondunk, hogy ugye még a magyar nyelv megtanulása is nehézséget jelent időnként a gyerekeknek. Na most az a kisgyerek, aki nem idegen nyelvű környezetben nő fel, és nem valóban anyanyelvi szinten beszél egy másik nyelvet, neki ez egy nagyon nagy teher, hogy párhuzamosan, míg a magyar sem tudja igazából elsajátítani, egy másik idegen nyelven is megterheljük. Úgyhogy ez nyilván nagyon függ attól, hogy egy szülőnek milyen az elvárása, hogy igazából ő azt szeretné természetesen, és minden szülő azt szeretné, hogyha a gyermeke a legjobbat tudná az életben elérni, és a legszuperebb képesítéseket tudná majd megszerezni, de én azt gondolom, hogy mindenre kell időt hagyni, és a gyerek fejlődéséhez kell mindenképpen alkalmazkodni. Tehát nagyon nem jó az, hogyha megpróbálunk olyan dolgokhoz hozzányúlni, ami gyakorlatilag nem az életkori sajátosság, és szinte a gyereknek egy plusz
teher, mert nyilván meg akar felelni a szülőjének, tehát el fog ő menni nyilván mindenfajta képzésre, meg tanfolyamra, meg nem tudom mire, csak egy idő után azt gondolom, hogy ennek azért annyi kára lesz, hogy az a boldog gyerekkor, amit igazából azt gondolom, hogy biztosítani kell a gyerekeknek, az egy kicsit elveszik ebben, hogy ennyire túl feladatközpontúvá válik minden, és egyébként is pszichológusként azt látom, hogy a legtöbb későbbi pszichoszomatikus betegségnek az egyik ilyen alapját képezi, hogy az emberek nagyon-nagyon meg akarnak olyanoknak felelni, olyan elvárásoknak, ami nem biztos, hogy feltétlenül jó és cél, és a munkába töltik az életük legnagyobb részét, és közben meg a többi terület az boldogtalanná válik, és ezt, ugyanezt a gyerekektől is elkívánni, az azért egy nagy vétek a gyerekek ellen. Ugyan még van egy kis idő az általános iskolai beiratkozásig, a megfelelő intézmény kiválasztása előtt több dolgot is mérlegelnek a szülők, mielőtt gyermeküket iskolába adják. Hál' Istennek nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert hogy van már egy negyedikes nagyfiunk, úgyhogy nem kell nagyon gondolkodnunk, ugyan oda fogjuk beiratni a kicsit is, ahova nagy fog menni. És hát így a tanítóik is ugyanazok lesznek, úgyhogy nagy előnyökkel élünk ezáltal. Akkoriban, amikor az első gyereknek választották az iskolát, mik voltak a szempontok? Hát nagyon nehéz eldönteni, hogy mi lesz majd, amikor nagy lesz a gyerek, és igazság szerint az alapok, ahol jók. És nem is mondom azt, hogy iskolát kell választani. Leginkább, ami a legfontosabb, hogy a tanító szimpatikus legyen, nekem, illetve a gyerek is elfogadó legyen ő felé nézve. Nálunk első gyermek megy iskolába, kezdi szeptemberben a tanévet. Hagyatkozunk a megérzéseinkre, de a férjemmel közösen hasonló gondolkodással azt gondoljuk, hogy az egy első vagy legfontosabb szempont, hogy közel legyen az iskola, hogy meg tudjuk oldani a gyerekeknek az óvodába, illetve az iskolába való eljuttatását reggel és délután. Úgyhogy főként ez. Ennek megfelelően itt a körzeti iskola, a Kodály iskola lesz valószínűleg, amit választani fogunk. Ajánlás útján, illetve már voltunk egy foglalkozáson is, ami nagyon tetszett az egész családnak igazából, úgyhogy nagyon szeretetteljes légkör volt. Azt gondolom, hogy nem túl nagy éles váltás az óvoda és az iskola között, mert nagyon kellemes, pozitív légkör tapasztaltunk, úgyhogy valószínűleg emellett döntünk. Van, aki nagymamaként és egykori tanítóként emlékezik vissza az iskolai beiratkozásra. Hát bizonyos helyzetekben az volt, hogy a szülők keresték magát a pedagógust, és szerettek volna olyan egyéniségű pedagógushoz gyereket iratni, akik tulajdonképpen a saját gyerekükkel jól tudtak foglalkozni, tehát ha egy ilyen tyúkanyos típusú tanítónénire volt szükségük, akkor nyilván olyan tulajdonságú pedagógust kerestek, vagy ha egy elevenebb gyerekről volt szó, akkor valószínű, hogy a szigorúbbnak, vonalasabbnak tűnő tanítónéniket keresték. Mekkora feladat ma egy óvodának felkészíteni a gyerekeket az iskolára? Igazából az óvodai évek erről szólnak, mind a 3, illetve 4 óvodai év a gyermek felkészítéséről is szól. Nagyon fontos, hogy egy kisgyerek jól érezze magát abba az óvodába, ahova beiratják, és nagyon fontos számunkra, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a szülői házzal, hiszen ez az együttműködés alapja, és igazából minden egyes nap, amit az óvodában eltölt, valamilyen fokon az iskolai érettség elérését is szolgálja. Milyen készségeket kell fejleszteni? Mi a feltétele annak, hogy a gyerek 6 évesen azért még olyan kicsik, hogy ott az iskolapadban is megállják a helyüket? Bizony, ez nagy dolog. Nemrégiben olvastam, hogy Gorsi Mária, aki egy kiváló nyelvművelés szakértő, azt mondta, hogy legalább akkora kihívás egy nagy csoportosnak az iskolakezdés, mint a 18 évesnek a munkába állás. Ezt mi is így gondoljuk, tudunk azonosulni ezzel a gondolattal, és fizikai, értelmi, pszichés, szociális szempontoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egy kisgyermek iskolát tudjon kezdeni. Nagyon fontos és nagyon jó a törvényi szabályozás. Én erre nagyon pozitív érzelmekkel gondolok mindig, hogy lehetőség van arra, hogy fejlettség szerint kezdjenek iskolát a kisgyerekek, tehát ha nem éri el a fejlettséget, nem kötelező elkezdeni az iskolát, hanem valóban akkor kezdje el, amikor erre minden feltétel adott és minden képesség.
Mit jelent ez a fejlettség? Mivel kell rendelkeznie egy nagy csoportosnak? Fizikai értelemben már az első megnyúlás időszaka nagy csoport végére be kell, hogy következzen. Jó, hogyha a fogváltás megindul, az is egy fontos jelzés. És mozgáskoordináció szempontjából az alapmozgások, a csúszás, mászás, kúszás, ugrálás, labdakezelés olyan szinten kell legyen, ami az ő életkorától elvárható. Ugye itt megoszlanak a vélemények a pedagógusok körébe, hogy kell-e feladatlapozni, nem kell, mozgást kell inkább fejleszteni, vagy inkább a koncentrációt, illetve a feladatmegoldó készséget. Mit gondol erről? Mindennel összefügg, az iskola érettség elérése az egy komplex feladat. A nagy mozgások a kiinduló alap, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra a mi óvodánkban is, hogy a nagy mozgások tekintetében sok lehetőséget, kötött és kötetlen alkalmakat vegyenek részt a kisgyerekek, de ezen kívül nagyon fontos az is, hogy a finom mozgásaikat fejlesszük, és ebben a tekintetben, mivel kincses kultúróvoda is vagyunk, a kézműves foglalkozások, a különböző olyan készségfejlesztő játékok, amikor a kis kézügyessége fejlődhet, ez nagyon-nagyon fontos számunkra, és a feladatlap is nálunk belefér az óvodai életbe, ha nem is túl gyakran, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudjon tájékozódni egy kisgyerek egy lapon, tudja, hogy hol van a fönt, hol van a lent, és ezt részben játékos módon érjük el, részben pedig a feladatlapok is nagyon sokat segítenek ebben a munkában. Pedagógusként hogyan látja, a gyerekek hogyan gondolnak itt az iskolára? Mit tudnak az iskoláról? Mit látnak? Hát mi akkor dolgozunk jól, óvónénik, hogyha a gyerekek vágynak az iskolába. És mi ezt is szeretnénk előkészíteni, annak ellenére, hogy kedves ünnepség nálunk, amikor elköszönnek a kisgyerekek a tanév végén az óvónéniktől, a társaiktól, de ennek ellenére nekünk az a fontos, hogy ők vágyjanak az iskolába, és megfelelő önbizalommal menjenek az iskolába. Az önbizalom tekintetében a családi háttér a meghatározó, de nagyon sok esetben sajnos nekünk kell ezt az önbizalmat elősegíteni, és ezen nagyon sok munkánk van benne, és reménykedünk abban, hogy ez valóban így is lesz. Hogyha nem tudom, szoktak-e a szülők tanácsot kérni, akár iskolaválasztásra vonatkozóan, hogy látja, milyen tendenciákat lehet megfigyelni, és hogyan érdemes iskolát választani? Az óvoda egy keresztény közösség is egyben a gyermekek szociabilitását, a keresztény attitűd nagy fokban erősíti. Az elmúlt évek statisztikai adatait figyelembe véve több elsős kezdi meg majd a tanévet az iskolákban, mint korábban. Az elsős osztályokban átlagosan 25 és 30 fős a létszám. Erről is beszélt nekünk Török Szabolcs. Az elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve több elsős kezdi meg a tanévet az iskolákban, mint korábban. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár fölkészült az újabb generáció fogadására. Jelenleg a mostani tanévben 79-80%-os a férőhely kihasználtság a székesfehérvári általános iskolákban. Mennyire látják a változást, hogy az utóbbi években 6 éves kortól már tankötelezetté váltak a gyermekek? Ez azt jelenti, hogy több férőhelyre van szükség, több osztályra? Az osztályok számában érdemi változás nem történt. Egy nagyon pici változás érezhető az osztály tanuló létszámának emelkedésében, az osztályok tanuló létszámának emelkedésében, de alapvetően osztályszámban nem történt növekedés. Mit mondhatunk, mekkora egy átlagos elsős osztály most Fehérváron? Hány fős? Hát Székesfehérváron azért a 25-től a 30 főig terjed a skála. Mennyire vannak ellátva tanítók tekintetében, hiszen azt tudjuk, hogy például óvópedagógusokból elég nagy hiány van a városban. Szerencsére a Székesfehérvári Tankerületi Központ illetékességi területén kellő számú szakos kollega található, így tanítóból is a megyeszékhelyen is megfelelő az ellátottság.
Milyen fejlesztések várhatók előreláthatóan a következő tanévben? Mire számíthatnak azok az elsősök, akik majd beiratkoznak? Hát reméljük, hogy hamarosan látványos megújulások is lesznek infrastruktúrális fejlesztésekben. A Kodály iskolánk fog majd 2020-ig megújulni, egy nagyobb beruházás, ez kicsivel több mint 400 millió forintos beruházás valósul majd meg. A Munkácsi és a Vasvári általános iskolákban pedig közel 40 milliós beruházás. Ez ami az épített környezet megújulását jelenti, de emellett nagyon fontosnak érzem a módszertani pályázatokat is hangsúlyozni, ugyanis a pedagógiai megújulás az rendkívül fontos, és ebben segíti a digitális megújulás pályázata a székesfehérvári iskolákat. Ez azt jelenti, hogy ha az iskolák jelentkeznek, hogy pályázni szeretnének, vagy önök javasolnak nekik, hogy mire lehetne pályázni, vagy hogy lehetne fejleszteni? Hát azért partneri az együttműködés a fenntartott intézmények vezetőivel, tehát tudjuk nagyjából, hogy melyik iskolának milyen a profilja, és ezt mindig közös döntésben hozzuk meg az intézmények vezetőivel. Kedves nézőink, ez volt a Köztér itt a Fehérvár Televízióban. A téma iránt érdemes még az internetes felületünkön is böngészni, hiszen a Fehérvár magazinban részletesen foglalkoztunk szintén ezzel a témával. Legközelebb itt a Köztérben pedig egy hét múlva számítok majd a figyelmükre, akkor a közlekedés kerül a középpontba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!